Jó reggelt kívánok, kedves nézőink! A tegnapi front mögött, főleg a gyengülő légmozgásnak köszönhetően sokfelé képződött ma reggelre köt, sűrű kötfoltokkal is találkozhatnak a közlekedők, legyenek óvatosak tehát. A nagyobb, kiterjedtebb ködmezők egyébként az ország keleti területeit jellemzik, és napközben is itt tartós köd, illetve réteg felhőzet is előfordulhat. Máshol a gomoly és fátyol felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. A ködös területeken nem csak hogy hűvösebb lesz, de akár szitálás is előfordulhat. Az ország nagy részén 12-17 fokra készülhetünk, a szürke, borongós részeken azonban inkább csak 10 fok körül alakul majd a maximum érték. Szerdán csütörtökön egy ciklon érkezik a Kárpát-medence fölé, többfelé várható eső, zápor, tehát ismét változik az időjárás. Aztán minden jel szerint a hét második felé már csendesebb időjárás tartogat kevesebb csapadékkal, de néhány fokot gyengül majd a nappali felmelegedés. Szép, kellemes napot kívánok mindenkinek! Viszontlátásra!